Barbara May Tucker eset egy tragikus és figyelemre méltő gyilkosság ügy, amely sok tanulságot hordoz magában. Itt van a részletes áttekintés az életéről, a gyilkosságról, a nyomozásról, a gyilkos lebukásáról, az ítéletről. Barbara Meetaker 1946. július 17-én született a Michigan állambeli Detroitban. Fiatal korában küzdött nehézségekkel és szülei vállás után különös nehéz helyzetbe került. A középiskola befejezése után különféle munkahelyeken dolgozott, hogy eltartsa magát, és 1970-ben két gyermeket is vállalt. Azonban Bárbára élete a 70-es évek végére egyre nehezebbé vált, mivel anyagi problémák és magánéleti zűrzavarok gyötörték. Barbara Mita gyilkosságának eset 1979. március 18-án kezdődött, amikor az áldozatot eltűntnek nyilvánították. Barátai aggódtak érte, mivel Barbara szokatlanul nem jelentkezett és nem jelent meg a munkahelyén. Az eltűnését követően a hatóságok nyomozást indítottak, amelynek során felfedezték, hogy Barbara utoljára egy helyi bárban járt, ahol a barátaival találkozott. Bárbara holtestét végül 1979. március 22-én találták meg egy elhagyatott területen, ahol brutális módon meggyilkolták. A nyomozók megállapították, hogy az áldozatot bántalmazták, és a gyilkosság rendkívül brutális volt. Az eljárás során kiderült, hogy Bárbarát nem csak megerőszakolták, hanem a gyilkos szándékosan megölt, hogy eltüntesse a nyomokat. A nyomozás során a rendőrök a gyilkosság helyszínén találtak egy rágógumit, amelyen a gyilkos DNS nyoma volt. Ez a nyom egy kulcsfontosságú bizonyíték volt, mivel lehetővé tette a hatóságok számára, hogy tudják azonosítani a gyilkost. A rágógumi elemzése után a DNS mint összehasonlításra került, amely során nyomozók egy korábban elítélt személyre, Bobby Lee Jonesra figyeltek fel. A nyomozás során a rendőrség széles körülön megvizsgálta Barbara környezetét és kapcsolatait. Számos tanút kihallgattak, és a helyszín bizonyítékok köztük a rágógumit és a nyomokat alaposan elemezték. A DNS technológia lehetővé tette, hogy Johnson nyomaira rátaláljanak. A nyomozás során kiderült, hogy Johnson már korábban is bűncselekmények miatt volt büntetett, és a nyomozók megerősítették, hogy ő volt az utolsó, aki Barbara közelében tartózkodott. A tárgyalás 1980 áprilisában kezdődött, és Bobby Lee Jones bűnösnek találták bárbara meggyilkolásában. Az ügyvédje megpróbálta vitatni a bizonyítékok hitelességét, de a bíróság végül az ügyészség érveit fogadta el, 1980. április 15-én az ítélet megszületett. Johnson télet börtönbüntetésre ítélti. A bíróság hangsúlyozta a bűncselekmény brutalitását és a közérdeket, és a gyilkosra súlyos büntetést szabtak ki. Bobby Lee Johnson a börtönben töltött életének hátralévő részét. Az évek során megpróbálta fellebbezni az ítéletet, de minden kísérlete sikertelen volt. A börtönben különféle programokban vett részt, de az életfogytiglőn büntetése miatt sosem szabadult. Johnson soha nem vállalta a felelősséget a bűncselekményért, és a börtönben is ellentmondásos hírnevet szerzett. Barbara Méta körügye mellett több hasonló eset is létezik, amelyek során nők váltak bűncselekmények áldozataival, és amelyek hasonló nyomozási módszereket vagy tanulságokat vonnak maga után. Íme néhány példa. Nicole Brown Simpson 1994. június 12-én Los Angelesben gyilkolták meg. Az ügyvilág szerte felkeltette a média figyelmét, mivel Nicole volt a volt felesége O.J. Simpsonnak, a híres amerikai focistának, akit a gyilkossággal gyanúsítottak. A bírósági tárgyalás során számos bizonyíték és tanúvallomás került elő, beleértve a DNS nyomokat is, amely végül O.J. Simpson felmentéséhez vezettek. Az ügy rávilágított a családon belüli erőszakra és a média szerepére a bűnügyekben. Tárlen Hulsz, aki 1990. április 21-én gyilkoltak meg az Egyesült Államokban, szintén hasonló eset. A nőt brutálisan meggyilkolták, és a nyomozás során a rendőrség több gyanúsítottat is kihallgatott. A bűncselekmény helyszínén talált bizonyítékok és tanúvallomások végül elvezettek a gyilkos azonosításához, aki életfogytig tartó börtönbüntetést kapott. Merien egy 18 éves lány, akit 2016-ban gyilkoltak meg Baltimorban. Merien eltűnése után a rendőrség azonnal nyomozni kezdett, és a nyomozás során egy elhagyatott épületben találták meg a holttestét. Az ügy során felfedezték a gyilkos DNS nyomait, ami végül a gyilkos letartóztatásához vezetett. Az eset rávilágított a fiatal nők elleni erőszak problémájára és a közösségi biztonságra. Samantha Koenig ügye Szemente 2012-ben Alaszka államban tűnt el, és Holttestét később egy közeli tóban találták meg. Az ügy gyorsan nemzetközi figyelmet kapott, és a nyomozás során a hatóságok a gyilkos DNS nyomaira bukkantak. Az ügy végül elvezetett a gyilkos Izrael Kejsz letartóztatásához, aki más bűncselekményeket is elkövetett. A nyomozás és a bizonyítékok összegyűjtése során tanulság volt a modern technológiák szerepe. Megánkán 1994-ben New Jersey-ben eltűnt, és a holtestét később találták meg. Az ügy különös figyelmet kapott, mivel a gyilkos Jesse Timend egy szexuális bűnelkövető volt, akit már korábban is elítéltek. Az eset rávilágított a közösségi biztonságra és a gyermekek védelmére. Ezek az esetek felhívják a nők elleni erőszak, a családon belüli erőszak, valamint a társadalmi és jogi felelősség fontosságára. A bűncselekmények felderítése során a modern nyomozási módszerek, például a DNS-analízis és a technológiai fejlődés jelentő szerepet játszanak. Emellett hangsúlyozzák a közösségi tudatosságot és a megelőzés fontosságát a jövőbeni tragédiák elkerülése érdekében. Barbara Mita köré és tragikus halála emlékeztet bennünket arra, hogy a bűncselekmények következményei messze túlmutatnak az áldozatokon. Az ilyen esetek feltárás és megoldása kulcsfontosságú a társadalom számára, hogy megvédje a legsebezhetőbbeket és biztosítsa a jogi igazságszolgáltatást. Az ügy tanulságai arra ösztönöznek, hogy soha ne nézzünk el a problémák mellett, és tegyünk lépéseket a jövőbeli bűncselekmények megelőzése érdekében. José Salvador Alvarenga története a túlélésről egy hihetetlen és inspiráló példa, amely a kitartás, az emberi szellem és a természet iránti szeretet erejét hirdeti. Az alábbiakban részletesen bemutatom az életét, a balesetet, a túlélési küzdelmét, valamint a későbbi eseményeket és tanulságokat. Hozi 1975. november 14-én született El Salvadorban. Korán kezdett halászni és szenvedély a tengeri élet iránt egy családi örökségből fakadt. A férfi a tengeren töltött ideje alatt sokat tanult a halászat fortéjairól és mély kapcsolatot alakított ki a természettel. A halászat nem csak a megélhetését biztosította, hanem életmódja részévé is vált, amelybe beleszőtte a természet tiszteletét és a tengeri élővilág iránti szeretetét. 2012. november 17-én Hozé és három másik halász egy kis csónakban indult útnak a csendes óceára, hogy tonhalat és más tengeri halakat fogjanak. Az expedíció eleinte sikeres volt, de néhány nap elteltével egy hatalmas vihar sújtotta őket. A szél és a hullámok ereje váratlanul elérte őket, és a csónak megbillent, majd hamarosan teljesen elveszítették az irányítást. A vihar következtében a csónak motorja meghibásodott, és a legénység kétségbe próbált próbálta megőrizni a hajó épségét. A vihar súlyos károkat okozott, és végül a csónak felborult. Hozé egyedül maradt, miután a legénység többi tagja eltűnt a tengerben. Ő maga is a vízbe került, és minden erejét összeszedve próbált úszni, hogy megmentse életét. Miután sikerült felkapaszkodni a csónak maradványaira, Álverenge napokig küzdött a túlélésért. A csónakban maradt néhány alapvető eszköz, de a legfontosabb a víz volt. Megtanulta összegyűjteni az esővizet a csónak oldaláról, ami elengedhetetlen volt a hidratáláshoz. Élelmet a tengeri madarak és halak elfogásával szerzett, de a helyzet napról napra egyre reménytelenebbé vált. A kihívások, amelyekkel Álvarenga szembesült, hatalmasak voltak. A fizikai kimerültség mellett a lelki terhek is folyamatosan nőttek. Küzdött a magány és a félelem érzésével, és próbálta megőrizni a hitét, hogy egyszer csak találkozik a civilizációval. A napok múlásával az éjség, a szomjúság és a tűző nap hatásai egyre inkább megviselték. 438 nap elteltével 2014. január 30-án a Marsal szigetek közelében bukkant rá egy halászhajóra. A találkozás drámai pillanat volt, az emberek, akik rátaláltak, szinte nem tudták elhinni, hogy egyedül ilyen hosszú ideig túlélte a tengere. A férfi végül kórházi ellátásban részesült, ahol helyreállították egészségügyi állapotát. A traumatikus élmény, amit a férfi átélt, komoly pszichológiai hatásokat gyakorolt rá. A magány, a félelem és a túlélésért folytatott harc folyamatosan kísérték. A visszatérése után orvosi támogatásra szorult, hogy feldolgozza a történteket és a túléléshez kapcsolódó élményeket. Amikor Hozé hazatért, a világ média figyelme azonnal rákoncentrált. Az emberek megdöbbenve hallgatták a túlélő történetét, amely szinte hihetetlennek tűnt. Hozzátartozó és barátai megkönnyebbülten üdvözölték őt, hogy életben maradt. Az emberek kíváncsiak voltak a tapasztalataira, és számos interjúban beszélt a küzdelmeiről. Hozé időt szánt arra, hogy feldolgozza a történteket, és ezt részben az orvosi támogatásnak köszönhette. Hosszú időbe telt, még teljesen felépült a balesetbe és a vele járó traumákból. Később könyvet írt tapasztalataira, amely segített neki abban, hogy kifejezze a küzdelmeit és mások számára inspiráló példává váljon. Hozi Álvareng a későbbi életét a túlélés élménye és az ahhoz kapcsolódó tapasztalatok alakították. Eddig életének részét képezte a halászat, de a tragédia után a természet iránti tisztelet és az emberi élet védelmi iránti elkötelezettsége is kiemelkedővé vált. Sokan tisztelték őt, és a története inspirálta azokat, akik a küzdelmeikkel szembesültek. Hozé története mellett más túlélési esetek is példaértékűek. Az izraeli kalandor, aki a bolíviai dzsungelben reket és több mint három hétig küzdött a túlélésért, mielőtt rátaláltak volna. A második világháború alatt 133 napot töltött a tengeren egy mentőcsónakban, miután a hajója elsüllyedt. A vitorlázó, aki 77 napig hánykolódott a tengeren, miután a hajója süllyedni kezdte. José Salvador Álvarenga története számos tanulságot hordoz. A kitartás ereje az emberi szellem hihetetlenül erős, és a legnehezebb helyzetekben is képes a túlélésre. A természet tisztelet és megértése is elengedhetetlen a túléléshez orvosi támogatás fontossága, a traumatikus élmények feldolgozása és a mentális egészség megőrzése létfontossága a gyógyulás folyamatában. Hozé Salvador Alvarenga története és hasonló esetek figyelmeztetnek arra, hogy a váratlan események bármikor megtörténhetnek, de az emberi szellem képes a legnagyobb nehézségeken is túllépni. Jewel Shopping története rendkívüli és szinte hihetetlen de a testi integritás zavarral kapcsolatos orvosi és pszichológiai problémákat és a társadalom való küzdelmet tükrözi. Ez egy olyan mentális állapot, amelyben az emberek vágyat éreznek arra, hogy egy testrészik vagy érzékszervük hiányozzon, vagy megsérüljön, hogy teljesnek érezzék magukat. Ez az eset azért híresült el, mert a nő minden megtett, hogy vágyott állapotát a vakságot elérje. Észak-Karolinában nőtt fel egy átlagos amerikai családban. Már egészen fiatalon gyermekként kialakult benne a vakság iránti vágy. Azt mondta, hogy hat éves korában érezte először, hogy vak szeretne lenni. Gyakran eltakarta a szemét és úgy játszott, próbálta elképzelni a vakemberek emberek életét. Kamaszkorában már sötét szemüveget viselt és fehér bottal közlekedett, hogy így is közelebb kerüljön a vakok világához. A szülei és barátai nehezen értették meg különös viselkedését, és sokan azt gondolták, hogy csak figyelemfelkeltés miatt viselkedik így. felnőttként mélyen küzdött saját testével és identitásával. A vakok iránti vonzalma és saját vágya a vakság iránt annyira erős volt, hogy minden gondolata körülötte forgott végül olyan szakemberhez fordult, aki támogatta őt ebben az önpusztító vágyában. Különféle technikákkal próbálta elérni, hogy látását elveszíts, és végül erős tisztítószer csepegtetett a szemébe. Bár szándékai szokatlanok és riasztóak voltak, ezzel próbálta megtalálni azt a belső békét és teljességet, amelyet egész életében keresett. A látásvesztés után úgy érezte, hogy végre teljes és a vakság hozta meg számára azt a komfortot és elégedettséget, amelyet mindig is keresett. Új életet kezdett vakemberként is, alkalmazkodott az új életmódhoz. Boldogabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezte magát. Úgy nyilatkozott, hogy a vakság megnyugtatta és segített megtalálni saját identitását. A család és barátai mélyen sokkolva, megdöbbenve fogadták döntését. Sokan nem tudták elfogadni vagy megérteni ezt az önpusztító vágyat. A története hamar felkeltett a média figyelmét is, és számos kritikát kapott. Az emberek elítélték döntését, hiszen sokan úgy látták, hogy ez sértő a vak közösség számára, akik nem önszántukból veszítették el látásukat. A médiában az eset jelentős vita vált. Sokan hangsúlyozták a testi integritás zavar kezelésének szükségességét és az orvosi és pszichológiai támogatás fontosságát. Sokan szorgalmazták, hogy a társadalom jobban megértse a betegségét és a mentális egészség terén nyújtott támogatás fontosságát. A története rávilágít a testintegritás zavar komplexitására is arra, hogy a mentális betegségekkel küzdők gyakran mély belső küzdelmeket vívnak. Ebben a betegségben szenvedő emberek különleges pszichológiai támogatást igényelnek, amely segít nekik a testükkel való harmónia kialakításában. Ez az eset megmutatta, hogy mennyire fontos az orvosi ellátás fejlesztése, hogy az olyan betegek, mint ő, megfelelő terápiában részesüljenek, ami segít feldolgozni és kezelni vágyaikat, ahelyett, hogy végzetes döntéseket hoznának. E betegség miatt mások is úgy érzik, hogy egy-egy végtagjukat vagy érzékszervüket el kellene távolítani. Volt, aki műtéti beavatkozás kért, hogy amputálják a teljesen épp lábát vagy karját. Ezek az esetek több országban is komoly etikai és jogi vitákat generáltak, hiszen felmerül a kérdés, hogy az orvosoknak szabad-e ilyen kérésnek eleget tenni, vagy a mentális egészség támogatásával kellene inkább segíteni a betegeket. Történeti és a testi integritás zavar meglehetősen ritka, és gyakran félreértett jelenség. A betegségben szenvedők vágyai általában erős belső konfliktusból fakadnak, és legtöbbször azzal a céllal járnak, hogy megszabaduljanak egy-egy egészséges végtagjuktól vagy érzékszervüktől, mert úgy érzik, hogy ez idegen számukra. Íme néhány más hasonló történet. David egy 30-as éveiben járó férfi évek óta érezte, hogy egyik lába nem az övé. Egyre erősebben vágyott arra, hogy megszabaduljon ettől az egészséges végtagjától. Többször próbálkozott azzal, hogy eléri a kívánt amputációt, és végül egy baleset szimulálásával elérte, hogy egyik lábát orvosi okokból amputálják. A beavatkozás után David arról számolt, be, hogy végre teljesnek érzi magát, és megszabadult a belső feszültségtől. Sló évtizedeken keresztül érzett erős késztetést arra, hogy kerekesszékben élje az életét, még annak ellenére is, hogy fizikailag teljesen egészséges volt. Bár nem okozott önmagának sérüléseket, tolószéket vásárolt, és ideje nagy részét így töltötte. A nő nyilvánosan beszélt állapotáról, és segített felhívni a figyelmet a betegség kezelésének fontosságára. Az esete azért érdekes, mert ő maga nem akart fájdalmat okozni magának, de a vágy elég erős volt ahhoz, hogy önként korlátozza fizikai mozgását. Jason egy kanadai férfi hasonlóan küzdött a testi integritás zavar tüneteivel. Gyermekkora óta érezte, hogy a bal karja idegen a számára és hosszú évekig próbálta meggyőzni az orvosokat arról, hogy távolítsák el. Mivel az orvosok megtagadták kérését, végül ő maga próbált megoldást találni, és komoly sérüléseket okozott a karjának, míg végül amputálni kellett. Az amputáció után Jason boldogabbnak és nyugodtabbnak érezte magát, és úgy érezte végre összhangban van a testével. Az akrotomofília olyan parafília, amelyben az egyén vonzalmat érez a végtag hiányos emberek iránt. Míg az apotemnofília az az állapot, amikor valaki maga vágyik arra, hogy amputált legyen. Bár nem minden betegségben szenvedő érzi vonzónak a testi változást, mégis egyes erős belső készítést élnek meg arra, hogy amputáltak legyenek. nem csak végtagokra korlátozódik a betegség. Egyes esetekben, mint például Joel Shoppingnál az egyének érzékszervei elvesztésére vágynak. Joel mellett ismert olyan eset is, amikor egy nő hallásának elvesztésére vágyott, mert úgy érezte, hogy ez a fogyatékosság jobban tükrözné identitását. Ezek az emberek általában úgy érzik, hogy egy vak vagy süket sokkal jobban illeszkedik belső világukhoz. A betegségük tünetei miatt szorongást élnek meg a teljes érzékszervi képességeik miatt. Ebben a betegség állapotában szenvedők gyakran képtelenek szembenézni és megbékélni a saját testükkel, és az általuk vágyott állapot elérésétől remélnek megnyugvást. Ezek a történetek világosan megmutatják a mögötte rejlő pszichológiai feszültségeket, és felhívják a figyelmet arra, hogy a mentális egészségügyi szakemberek hogyan tudnának esetleg hatékonyabban segíteni ezeknek az embereknek. Jelenleg erre a betegség kezelésére irányuló megközelítések nem egyértelműek, és gyakran vitatottak egyes szakemberek, emberek szerint a pszichoterápia hasznos lehet, míg mások szerint a vágyott állapot elérése is enyhítheti a tüneteket. Az ilyen esetek kiemelik a szükségét annak, hogy jobban figyeljen a társadalom és az orvosi közösség, és hogy szélesebb körül megértést nyerjen ez a ritk és mélyen gyökerező mentális zavar. Herbert Mullin történet egy összetett megdöbbentő történet, amelyben mentális betegségek, halucinációk és különleges indítékok vezettek borzalmas bűncselekményekhez. A következőkben részletesen bemutatom Herbert Mullin életét, gyilkosságait, motivációit, a nyomozást, a tárgyalást, börtönéveit, későbbi életét, valamint az ügy tanulságait és néhány hasonló esetet. Herbert William Mullin 1947. április 18-án született Salinasban, Kaliforniában. Gyermekkora nagy rész zavartalannak tűnt, egy szerető katolikus családban nevelkedett, noha apja, aki második világháborús veterán volt, szigorú fegyelmet tartott otthon. Tinédzser korában Mullin népszerű volt a középiskolában, sportolt és jól tanult. Később építőipari munkásként dolgozott. Szeretett volna pszichológiát tanulni, ám 20-as éveiben mentális egészségügyi problémák jelentkeztek nála. Mullin mentális egészségügyi állapota 20-as éveiben gyorsan romlott. Nagyjából 21 éves korában kezdett paranoiás és skizofrén tüneteket mutatni. Hangokat hallott, amelyek különböző dolgokra utasították, és mélyen hitte, hogy isteni küldetése van. Különösen erősödött benne egy apokaliptikus félelme, hogy hatalmas földrengés készül pusztítani Kaliforniában, és hogy ezt a természeti katasztrófát egyedül csak ő tudja megakadályozni áldozatok bemutatásával. Emellett meggyőződése lett, hogy telepatikus út kommunikálhat emberekkel, és az üzeneteket az ő megmentő szerepére figyelmeztetik. Herbert Mullin 1972. október 13 és 1973. február 13 között 13 ember tölt meg Santa Cruz környékén. Gyilkolási módszerei változatosak voltak. Némely áldozatot fegyverrel lőtt, le másokat megkéselt. Áldozatai között voltak fiatalok és idősek, idegenek és ismerősök, férfiak, nők és gyermekek egyaránt. A gyilkosságokat indokolatlan brutalitással követte, és minden esetben úgy hitte, hogy ezzel megáldozta őket, így akadályozva meg a közelgő földrengést. Lawrence White, 1972. október 13. Mullin első áldozat egy hajléktalan férfi volt, akit botrányos állítása szerint maga a férfi kért meg arra, hogy megölje. White leszúrásával kezdődött Mullin gyilkosság sorozata. Mary Gulfoil, 1972. október 24. Egy 24 éves egyetemi hallgatót megkéselt, miközben stoppolt, miután meggyilkolta a holtest maradványait szétszólt, hogy rituális áldozatként szolgáljon. 1972. november 2 -a. Egy katolikus pap, akit a székben ölt meg, miután felkereste a templomát. Mullin úgy hitte, hogy szabad akaratából áldozta fel magát a nagyobb jó érdekében. Jim Gianére is családja. 1973. január 25. Mullin barátja Jim, aki marihuánát adott neki korábban. Mullin elment a házához, és ott több embert is megölt, köztük a férfi feleségét és barátait. Ottá család és a földműves tanítványai. 1973. február 10. Mullin összesen hat ember tölt meg egy helyi rancson egy földműves család tagjait és tanítványait is, azt állítva, hogy ezek az áldozatok egy szükséges feláldozás részei voltak. Mullin elkövetett egy végzetes hibát, amikor utolsó áldozatát egy nyilvános helyen ölte meg egy parkoló autó mellett. Egy rendőr éppen a helyszínen tartózkodott és elfogta a férfit. A kihallgatás során őszintén beszélt a földrengéstől való félelmeiről, és úgy vélte, hogy tetteivel megelőzte a katasztrófát. így szándékosan követte, ugyanakkor világosan látszott rajta, hogy mentálisan nem egészséges. 1973-ban bíróság elé állították, védelme a mentális állapotára épült. Bár orvosi szakértők megállapították nála a paranoid skizofréniát, a bíróság mégis úgy döntött, hogy Mullin képes volt felismerni tetteinek törvénytelenségét. Két külön tárgyaláson összesen tíz gyilkosság miatt ítélték el, és életfogytiglani börtönbüntetést kapott, mivel úgy ítélték meg, hogy mentális betegsége ellenére is tisztában volt tetteivel. Mullin életfogytiglő börtönbüntetését tölti Kalifornia állam egyik börtönében. A börtönben gyakran visszahúzódik és megpróbálta magát elkülöníteni más raboktól. Több alkalommal kérelmezte a feltételes szabadlábra helyezését, ám ezt minden esetben elutasították, mivel továbbra is veszélyesnek ítélték a társadalomra. Mentális betegségét ugyanakkor kezelik a börtönben, ami valamelyest csökkentette a halucinációit. Herbert Mullin esete világossá teszi, hogy a kezeletlen mentális betegségek, különösen a paranoid skizofrénia milyen veszélyt jelenthetnek mind a betegre, mind pedig a társadalomra. Mullin súlyos mentális állapota egy sajátos spirituális narratívával ötvöződött, amely őt halálos bűncselekményekre késztette. Az eset rávilágít arra is, hogy a mentális betegségek kezelése mennyire fontos lehet a hasonló tragédiák elkerülése érdekében. Edgén bár nem kifejezetten sorozatgyilkos, gén is halucinációk miatt követte el borzalmas tetteit és áldozatai testéből különféle tárgyakat készített. Az ő története több híres horrorfilm inspirációját is szolgálta. David Berkovic Berkovic szintén halucinációk és parancsok hatására gyilkolt New Yorkban a 70-es években. Azt állította, hogy egy démonik kutya utasította a gyilkosságokra. Richard Trenton Chase a szakramentói vámpírként ismert sorozatgyilkos paranoid skizofréniában szenvedett, és úgy hitte, hogy vért kell linnie ahhoz, hogy megmentse magát egy közelgő haláltól. Herbert Mullin és a fent említett hasonló esetek rávilágítanak arra, hogy a mentális betegségek felismerése és időbeni kezelése mennyire fontos mind a beteg biztonsága, mind pedig a társadalom számára. David Berkovics, amerikai sorozatgyilkos, aki 1976 és 77 között a New Yorkot, főként párokat támadva meg. Összesen hat embert tölt meg és hét másikat megsebesített, gyakran egy 44-es kaliberű revolvert használva. Tettei mögött mentális zavarok és paranoiás téveszmék álltak, amelyek szörnyű tettekre sarkalták. David Richard Berkowitz 1953. június 1-én született Brooklynban, New Yorkban, születésekor Richard David Falco néven anyja nevelte. Később örökbe fogadták Nathan és Pearl Berkowitz, akik szerették és támogatták. Gyermekkora nagy részében átlagos életet élt, bár nehézségei voltak az iskolában, különösen a tanulással és gyakran keveredett kisebb bajba. Tinédzserként erős lázad és dühös természetűvé vált, a szülei pedig nem tudták kezelni agresszív viselkedését. Édesanyja 1967-ben meghalt, ami súlyos csapásként érte Berkovicot. Később katonai szolgálatra jelentkezett és három évet töltött Dél-Koreában az amerikai hadsereg kötelékében. A leszerelése után visszatért New Yorkba, ahol nehézségekbe ütközött a beilleszkedés és a kapcsolatok terén. Ekkor kezdett elmélyedni különböző okult és sátánista érdeklődésekben, amelyek fokozatosan megerősítették téveszméit. Berkovic 1976. július 29-én követte el első támadását, amikor egy fiatal párra lőtt Bronxban. Az áldozatok Donna Lauria és Jody Valenti egy autóban ültek. Donna életét vesztette, míg Jody megsebesült. Az eset után Berkovic további támadásokat követett el, amelyek során gyakran egyedül vagy párokra vadászott, különösen fiatal nőkre. A neve 1977 áprilisában vált ismerté, amikor egy levelet hagyott a gyilkosságok helyszínén. A levélben azt állított, hogy egy démoni kutya, akit szemnek nevezett, parancsolta neki, hogy gyilkoljon. A rendőrség és a média felkapta ezt az információt, és elkezdték Sanov szemként emlegetni. Az a szem fia később azt állított, hogy szomszédja kutyája közvetítette számára a gyilkosságokra való utasításokat, hogy egy démoni csoport részeként cselekedett. Összesen hat halálos áldozatot szedett és hét másik szemét megsebesített. Az áldozatokat különböző helyeken, főként éjszaka és autók közelében cserkészte be. Az első néhány eset után a rendőrség gyorsan felismerte a minta jelentőségét és igyekezett a nyomába eredni a rejtélyes gyilkosnak. Berkovics nem csupán fegyverrel támadott, élvezte az üldözés izgalmát és az emberek megfélemlítését, ahogyan az később a bíróságon is elismerte. A rendőrség intenzív nyomozásba kezdett és fokozatosan kapcsolatot fedezett fel a támadások között. A végső áttörést egy helyszíni tanúvallomás és egy parkolási bírság szolgáltatta, melyet Berkovics autóján találtak az egyik gyilkosság helyszínén. 1977. augusztus 10-én a rendőrség elfogta őt. A végső áttörést egy helyszíni tanúvallomás és egy parkolási bírság szolgáltatta, melyet Berkovics autóján találtak az egyik gyilkosság helyszínén. 1977. augusztus 10-én a rendőrség elfogta őt, amikor a lakás előtt parkoló autójában ülve találtak rá. Azonnal beismerte bűnös és később további részleteket is feltárt gyilkosságainak körülményeiről. Berkovic elmondta a nyomozóknak, hogy démoni utasításokat követett, és úgy vélte, hogy a gyilkosságokkal különleges küldetést teljesít. Mentális állapot zavart volt, és bár későbbi vizsgálatok során paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála, a bíróság úgy vélt, hogy teljesen tisztában volt tettei jogellenességével. David Berkovic 1978 májusában bűnösnek vallotta magát az összes vádpontban. A bíróság hat egymás követő életfogytiglan börtönbüntetés szabott ki rá, amit később jóváhagyott és New York államban letöltendő életfogytiglanra ítélték. A tárgyalás során nem tanúsított megbánást és elismerte, hogy tettével örömet talált az emberek megfélemlítésében. börtönben Berkovic fokozatosan megváltozott. 1987-ben újjászületett keresztényként találta meg hitét, és onnantól kezdve vallás és szövegeket kezdett írni, valamint törekedett arra, hogy másokat megakadályozzon a bűnös életút választásában. Egy idő után visszavont eredeti vallomását a démoni parancsokról, és azt mondta, hogy a gyilkosságokat egyszerűen saját kegyetlensége motiválta. Az interneten keresztül kezdte el terjeszteni történeteit, amelyet gyakran úgy állít be, mint tanulságos figyelmeztetést a rossz döntések és a mentális zavarok veszélyeiről. Feltételes szabadlábra helyezését többször is kérelmezte, de mindannyiszor elutasították. David Berkovic esete megmutatja, hogy vezethetnek mentális zavarok, különösen a és skizofrénia, valamint a téveszmék és elhanyagolt mentális problémák szörnyű bűncselekményekhez. Története rávilágít a figyelem és a kezelés fontosságára, amelyet az ilyen mentális zavarokkal küzdők számára nyújtani kell. Emellett a Son of Sam így mélyen megváltoztatta az amerikai jogrendszert, mivel Berkovics bűnei nyomán megszülettek a Son of Sam törvények, amelyek megtiltják, hogy bűnözők hasznot húzanak bűncselekményeiről szóló könyvek vagy filmek bevételeiből. Richard Ramirez az éjszakai vadász. Szintén sátánista érdeklődés és brutális gyilkosságai tették hírhetté. Ramirez is New Yorki volt, és egy egész város tartott rettegésben. Herbert Mullin. Paranoid skizofréniában szenvedett, és téveszméktől vezérelve gyilkolt, úgy gondolta áldozatai megmenti Kaliforniát a földrengésektől. Ed Gein. Bár Gein nem klasszikus sorozatgyilkos, az ő mentális zavara is arra késztett, hogy halottakkal, valamint emberi maradványokkal rituálékat folytasson. Gén eset a több horrorfilm alapját képezi. David Berkowitz történet és hozzá hasonló esetek hangsúlyozzák a mentális egész fontosságát, a megelőzés, valamint a társadalom és az egyén szempontjából egyaránt. A gyilkosságokat állítólag egy olyan ismeretlen tettes követte el, aki főként vörös hajú nőket vett célba. Az ügy máig megoldatlan, és a tettes kiléte nem derült ki. Az alábbiakban a bűncselekmények részletes összefoglalása következik. A gyilkosságok során legalább 6-11 áldozatot találtak, bár a szám pontosan nem ismert, mivel nem minden esetet tudtak egyértelműen összekapcsolni a Redhead Murders néven ismert sorozattal. Az áldozatok általában vörös vagy vöröses hajú nők voltak, többségük fiatal és sokuk személyazonosságát nem sikerült megállapítani. Többségük vándorló vagy kiszolgáltatott helyzetben élő személy volt, ami nehezítette az azonosításukat. Az áldozatok életéről sajnos keveset tudunk, mivel sokukat csak ismeretlenként jegyezték fel. Egyes áldozatok életútjáról ismert, hogy gyakran stoppoltak vagy átutazók voltak, ami valószínűleg sebezhetővé tette őket az ilyen típusú támadásokkal szemben. Az egyik ismert áldozat Lisa Nichols, 28 éves volt, A nyomozás során az amerikai hatóságok különböző államokban próbálták összekapcsolni az áldozatokat, és eleinte nem volt világos, hogy ugyanaz a gyilkos felelőse mindegyik esetért. Az áldozatok többségét elhagyatott helyeken találták meg, például autópályák mentén ami arra utal, hogy az elkövető az úthálózatot használta a bűncselekmények elkövetéséhez és az áldozatok eltüntetéséhez. A nyomozás során sokáig nem volt gyanúsított, és mivel az áldozatok közül sokan nem voltak azonosíthatók, az eset megoldása rendkívül bonyolultnak bizonyult. Különböző nyomozóhatóságok együttműködtek, és egy ideig az FBI is bekapcsolódott, de konkrét bizonyítékok hiányában nem sikerült előrelépniük. A nyomozás során különféle elméletek és gyanúsítottak merültek fel, de egyikük ellen sem tudtak elegendő bizonyítékot összegyűjteni a vádhoz. Henry Lee Lucas nevű hírhedt sorozatgyilkos azt állította, hogy ő követte el a gyilkosságokat, de később kiderült, hogy vallomása hamis, és ő valójában nem volt kapcsolatban az ügyekkel. Bár az ügyet hivatalosan sosem oldották meg, egy 2018-as iskolai projekt keretében diákok tettek közzé egy elméletet, miszerint egy bizonyos személy lehetett a gyilkos, ám ennek bizonyítására nem kerülhetett sor. Ez az érdeklődés rávilágított az esetre, és egyes áldozatok kiléte ismét figyelmet kapott. A média és a közvélemény spekulált arról, hogy a gyilkos vajon miért célozhatott meg vöröshajú nőket, és hogy ez egy konkrét motivumnak köszönhető-e, vagy pusztán véletlen. Az ügy az évek során többször is visszatért a hírekbe, különösen, amikor újabb azonosítatlan áldozatokat találtak, vagy amikor valaki azt állította, hogy ismer valamilyen releváns információt. A média újra és újra felidézte az esetet, ami fenntartotta az érdeklődést és a találgatásokat. Mivel az áldozatok közül sokan ismeretlenek maradtak, kevés családi reakció dokumentálható. Azoknak az áldozatoknak a családjai, akiket sikerült azonosítani, érthetően szörnyű traumát éltek át, hiszen szeretteik kegyetlen gyilkosság áldozatai lettek, és hosszú ideig nem tudták, mi történt velük. Az áldozatok családtagjai közül néhányan rendszeresen próbálták felhívni a figyelmet az ügyre, hogy elősegítsék a nyomozást és választ kapjanak kérdéseikre. A Redhead Murders esete rávilágít a sorozatgyilkosságok megoldásának bonyolultságára, különösen akkor, ha az áldozatok hajléktalanok, átutazók, vagy nincs elérhető információ a kilétükről. Az ügy tanulsága, hogy a társadalom sebezhető csoportjai könnyen áldozatul eshetnek, és a rendőrségi együttműködés és modern technológia hiányában az ilyen esetek megoldása nehézkes lehet. A Redhead Murders gyilkosságok sorozata mellett több más sorozatgyilkossági ügy is történt az Egyesült Államokban és világszerte, amelyekben az elkövetők ismeretlenek maradtak, és az áldozatokat bizonyos fizikai jellemzők, élethelyzetek vagy demográfiai tényezők alapján választották ki. Ezek az ügyek gyakran azonosítatlan tettesekkel és megoldatlan bűncselekményekkel végződnek, ami nagy közérdeklődést és hosszú át tartó nyomozást eredményez. Az alábbiakban néhány hasonló eset következik, amelyek a Redhead Murders sorozatgyilkosságokhoz hasonló mintákat követnek. Long Island Serial Killer áldozatok, több nő, akik prostitúcióval foglalkoztak, vagy sebezhető helyzetben voltak. Több női áldozat holttestét találták meg Long Island elhagyatott részein, különösen a Gilgo Beach környékén. Az áldozatokat zsákokba helyezték, és egyes esetekben a holttesteket feldarabolva találták meg a rendőrség arra gyanakszik, hogy az elkövető szándékosan prostituáltakat célzott meg, akikről feltételezhette, hogy kevésbé lesznek keresettek a családjuk vagy ismerőseik által. Státusz. Az elkövetőt soha nem azonosították, és az eset hivatalosan máig megoldatlan maradt. Highway of Tears. Helyszín. Brit Columbia, Kanada. Áldozatok. Többnyire őslakos nők és fiatal lányok. A kanadai Highway 16 mentén, amelyet Highway of Tears-ként ismernek, számos fiatal nő tűnt el vagy halt meg. Az áldozatok főként őslakos nők, akik az úton stoppoltak, mert nem volt más közlekedési lehetőségük. A gyilkosságok és eltűnések mögött több elkövető is állhat, de több eset máig megoldatlan. Státusz. Néhány gyilkosságot sikerült összekapcsolni konkrét gyanúsítottakkal, de az ügyek többsége továbbra is azonosítatlan elkövetőhöz kötődik. New Mexico áldozatok fiatal nők többségük prostitúcióval foglalkozott. Egy építkezés során több nő holttestét találták meg egy elhagyatott helyen Albuquerque külvárosában. A helyszínen összesen 11 nő maradványait találták meg. Az áldozatok között több tinédzserkorú volt, sokuk prostitúcióval foglalkozott, vagy valamilyen formában kiszolgáltatott helyzetben volt. Státusz. Az elkövetőt soha nem sikerült azonosítani, és az eset hivatalosan megoldatlan. Chicago, Illinois, USA. Áldozatok. Több tucat afroamerikai nő és fiatal lány. Több mint 50 nő holttestét találták meg Chicagóban, akik folytogatás áldozatai lettek. Az áldozatok jellemzően kiszolgáltatott helyzetben lévő nők voltak, akik közül sokan drogproblémákkal vagy hajléktalansággal küzdöttek. Bár az ügyek egy részét megoldották, az áldozatok közötti hasonlóságok alapján egyes szakértők úgy vélik, hogy egy sorozatgyilkos vagy több elkövető állhat az esetek hátterében. Több eset továbbra is megoldatlan, és az elkövetők személyazonossága ismeretlen. Atlanta Child Murders. Helyszín Atlanta, Georgia, USA. Áldozatok. Főként afroamerikai gyerekek és fiatal felnőttek. A gyilkosságok nagy nyilvánosságot kaptak, Wayne Williams letartóztatták, majd két felnőtt gyilkosságában elítélték. Bár sokan feltételezik, bár hogy Williams felelős a gyerekgyilkosságokért is, több eset máig megoldatlan, és egyes áldozatok családjai kételkednek abban, hogy valóban ő a felelős. Az ügy egyes részei lezárultak, de több eset máig megoldatlan, és a sorozatgyilkos kiléte nem tisztázott. A Redhead Murdershez hasonló esetek gyakran azonosítatlan gyilkosokkal és azonosítatlan áldozatokkal járnak, mivel az elkövetők általában olyan embereket vesznek célba, akik valamilyen módon kiszolgáltatott helyzetben vannak, például hajléktalanok, átutazók, ezek az ügyek rávilágítanak a sorozat felderítésének nehézségeire, különösen ha az áldozatok nem rendelkeznek családi kapcsolatokkal, vagy nincsenek hivatalosan nyilvántartva. Az ilyen büntények kapcsán sok esetben a modern technológia, a közösségi médián való figyelemfelkeltés és a több állam közötti együttműködés jelenthet előrelépést. Ezek az ügyek továbbra is figyelmeztetnek bennünket arra, hogy milyen fontos a közösségi figyelem és a modern nyomozási technikák használata a kiszolgáltatott helyzetben élő emberek védelme érdekében. Juliana Kwebske története az emberi túlélés és kitartás egyik legmeghökkentő példája. Az alábbiakban részletesen bemutatom a tragédia előzményeit, eseményeit és az ebből levont tanulságokat. A 17 éves lány édesapja Hans Wilhelm Koepcke zoológus, míg édesanyja ornitológus volt. A család Peruban élt és kutatási munkát végzett az Amazonas mentén. Az utazás célja az volt, hogy Julian és édesanyja Limából Pukopápába repüljenek, ahol a család együtt ünnepelte volna a karácsonyt. Julian nem szívesen hagyta ott limai iskolájának záró ünnepségét, de végül engedett anyja kérésének. A Lanzalégi Társaság már akkoriban is hírhet volt rossz karbantartási gyakorlatai miatt, és a gépek megbízhatósága megkérdőjelezhető volt. Aznap a gép zsúfolt volt, több mint 90 utast szállított köztük sok családot. A meghibásodás, a gép felszállása után nem sokkal heves viharba került. Villámlás, erős széllökések és turbulencia nehezítette a repülést. A pilóták egy idő után észlelték, hogy a helyzet kritikus, de a rossz látási viszonyok és a navigációs problémák miatt nem tudtak kitérő manővert végrehajtani. A villám belecsapott a gépbe, ami strukturális meghibásodást és tüzet okozott az egyik motorban. A repülőgép darabokra szakadt a levegőben. Amikor a villámcsapás elérte a gépet, pánik tört ki az utasok körében. Julian a gép hátsó részében ült édesanyjával. Az utasok sikoltoztak, imádkoztak és kapaszkodtak. Egy hatalmas robaj hallatszott, majd a gép széthullott. Julian édesanyja az utolsó pillanatokban annyit mondott, ez a vég. Julian a székéhez kötve zuhant a dzsungel fölött, több mint három kilométeres magasságból. Hihetetlen módon a vastag lombkorona és a szék ütéscsillapító hatása miatt túlélte az esést. Juliane órák múlva tért magához. Súlyos sérüléseket szenvedett, kulcsontja eltört, az egyik szeme feldagadt és mély sebei voltak. Zúzódások borították testét, és agyráskodást is szenvedett. Amikor magához tért, felismerte, hogy egyedül van és a dzsungel mélyén reket. Juliane nem látott túlélőket maga körül. Ahogy a roncsokat keresgélte, rádöbbent, hogy ő az egyedüli életben maradt. Hogyan maradt életben? Julian természetismerete, amit tudós szüleitől tanult, kulcsfontosságú volt. Tudta, hogy a folyók követése elvezethet a civilizációhoz, így elindult egy közeli patak irányába. A dzsungelben töltött napok, semmi ételt nem vitt magával, csak néhány cukorkát, amit a roncsok között talált. Vizet a patakból ivott. Ismeretei alapján elkerülte a mérgező növényeket és állatokat. Közben súlyos fertőzéseket kapott, sebeit kukacok lepték el. Remény és kitartás. Julianne hitét és akaraterejét a túlélésre való koncentrálás táplálta. Egy halászkunyhóra bukkant. A kunyhóban hagyott tárgyakból felismerte, hogy emberek jártak arra. Másnap helyi halászok találtak rá. Ők ápolták, majd motorcsónakkal egy közeli településre vitték. Onnan repülővel szállították kórházba. Julian édesapja teljesen összetört, amikor megtudta, hogy felesége meghalt, de lányának csodával határos módon sikerült túlélni. A média azonnal felkapta a történetet, és Julian világhírűvé vált. A Lanza légitársaságot felelősségre vonták, és később megszűnt. Julian története azt mutatja, hogy az emberi kitartás és alkalmazkodó képesség hihetetlen helyzetekben is érvényesülhet. A természetismeret, a nyugalom megőrzése és a túlélési ösztön kulcsfontosságú tényezők voltak. Julian később zoológus lett és életét a természetvédelemnek szentelte. Vesna Vulovics története az egyik legmegdöbbentőbb túlélési eset a repülés történetben. Vesna ját Jugoszláv légitársaság 22 éves légiutas kísérője szolgálatot teljesített a Stockholm-Belgrád útvonalon közlekedő repülőjáraton. A DC-9-es gép azonban Csehszlovákia felett robbanás következtében darabokra szakadt. A robbanást feltételezhetően egy bombatámadás okozta, de az elkövetőket sosem azonosították. Vesna a gép hátsó részében tartózkodott ami valószínűleg hozzájárult a túléléséhez. A repülőgép törzsébe beszorulva esetleg havas hegyoldalra, ami tompította a becsapódást. Vesna koponya sérülés törött csigolyákat és lábtörést szenvedett, de csodával határos módon életben maradt. Egy helyi falusi bruno honke talált rá, aki elsősegében részesítette, majd kórházba szállították. Vesna hetekig kómában volt, és hónapokig tartott, mire felépült. A zuhanás következtében Vesna örökre megrokkant, de folytatta az életét, és világszerte híres lett. Vesna története a hihetetlen szerencse és az emberi túlélés egyedülálló példája. José Salvador Alvarenga története a modern idők egyik leghosszabb és legdrámaibb tengeri túlélési esete. A túlélés története. A halászat közben egy erős vihar sodorta el őket, a motor meghibásodott, és hamarosan elvesztették az irányítást. Alvarenga és társa az óceán közepén rekett élelem és ivóvíz nélkül. A túléléshez halakat és madarakat fogtak, vérüket itták, valamint esővizet gyűjtöttek. Sajnos ezek ilyen néhány hét után legyengült és meghalt, mivel nem tudta elfogyasztani a nyers ételeket. Alvarenga egyedül maradt. José Salvador 14 hónapot töltött sodródva a csendes óceáni nyílt vízen, több mint tízed kilométert tett meg. Későbbi élete, Alvarenga történetét világszerte felkapta a média, túlélése az emberi kitartás, találékonyság és szerencse egyedülálló példája. A US Airways madarakkal ütközött, ami mindkét hajtómű meghibásodását okozta. Chesley Sully, Sullenberger kapitány New York mellett a Hudson folyóra szállt le. A 155 utas és személyzet minden tagja sértetlenül túlélte az eseményt. A pontos irányítás és a pilóták lélek tette lehetővé ezt a csodát. Bahia Bakari, egy 14 éves lány volt az egyetlen túlélője a Yemenia Flight Hotchkistan 6 katasztrófájának. A gép az Indiai-óceánba zuhant a Komore-szigetek közelében. Bahia nem tudott úzni, de 13 órán keresztül kapaszkodott a roncsokba, míg megmentették. Hihetetlen kitartása és lélek jelenléte miatt csodagyermeknek nevezték el. A dzsungelben való túlélés kihívásokkal teli, de megfelelő tudással és felkészüléssel esélyeid jelentősen javulnak. Íme a részletes útmutató, hogy miként maradhatsz életben egy ilyen extrém környezetben. Maradj nyugodt és tartsd meg az irányítást. Pánik helyett cselekvés. Az első lépés a túléléshez, hogy ne pánikolj. Nyugodt fejjel sokkal hatékonyabb döntéseket tudsz hozni. Találd meg a kiinduló pontot. Ha elvesztél, Keres egy magaslati helyet, hogy tájékozódni tudj. Ivóvíz beszerzése. A hidratáltság kulcsfontosságú a dzsungelben, ahol az izadás gyorsan kiszáradáshoz vezethet. Gyűjts esővizet. Használj leveleket, vagy készíts esőgyűjtőt, például ruhával, vagy műanyag darabokkal. Keresd a folyókat. A vízforrás közelében gyakran könnyebb találni élelmet és menedéket is. Víztisztítás. Ha nincs víztisztító eszközöd, forrald fel a vizet, hogy megszabadulj a baktériumoktól és parazitáktól. Menedék építése. Az éjszakai túlélés érdekében véd magad az esőtől, a hidegtől és a vadállatoktól. Keresd a száraz területet. Építsd a menedéket dombos helyen, távol a folyóktól, hogy elkerüld az áradásokat. Használj természetes anyagokat. Pálmalevelek, gajak és liánok segítségével építs egy egyszerű tetőt és ajzatot. Felemelkedett fekhely, Építs a földtől kissé magasabb fekvő helyet, hogy elkerüld a bogarakat és kígyókat. Élelem keresése, ehető növények és gyümölcsök, csak olyan növényeket egyél, amelyeket biztosan felismersz. Rovarok, fehérjedúsak és könnyen elérhetők. Főzd meg őket, ha tudod. Halászat és vadászat, improvizálj halászhorgot vagy dárdát. Keresd az állatok nyomait, hogy felismert hol mozognak. Tűzgyújtás, a tűzmelegen tart, elriasztja a vadállatokat, és alkalmas az ételek és a víz elkészítésére. Anyaggyűjtés. Keres száraz gajakat, leveleket és kéregdarabokat. darabokat. Tűzgyújtás eszköz nélkül használj súrlódást, például fadarabok dörzsölésével, ha nincs gyufád vagy öngyújtód. Tartsd a tüzet szárazon, mindig legyen tartalék gyújtóanyagod esős idő esetére. Veszélyek elkerülése. Vadállatok. A ne közeledj nagy testű állatokhoz, és ne hagyj ételszagot a menedék körül. Kígyók és rovarok. Hordj hosszú ujjú ruhát, és ellenőrizd a fekhelyedet minden este növényi veszélyek, sok növény irritálhatja a bőrt. Ne érj hozzájuk, ha nem tudod biztosan, hogy ártalmatlanok. Tájékozódás Vízfolyások követése A folyók általában lakott területek felé vezetnek. Tájékozódási jelek Készíts jelzéseket magad mögött, ha elindulsz egy irányba. Csillagok és napállása használd az eget, hogy meghatározd az égtájakat elsősegély segély. Sebek ellátása. Tisztítsd ki a sebet tiszta vízzel, és fedd le, hogy elkerüld a fertőzést. Rovarcsípések. Használj sarat vagy hamut, hogy enyhítsd a viszketést és a gyulladást. Mérgezések. Ha mérgezés tüneteit tapasztalod, próbáld meg kihányni az elfogyasztott ételt, ha nem biztos, hogy az emésztés előnyös. Készülj felmentésre mentésre, jelezd a mentőcsapatoknak. Használj füstöt, tükröt vagy hangos zajokat, hogy felhívd magadra a figyelmet. Tartsd a helyedet! Ha tudod, hogy keresnek, maradj egy helyen, ahol könnyebben megtalálnak. A legfontosabb, hogy megőrizd a pozitív hozzáállásodat és okosan használd a rendelkezésre álló erőforrásokat. A vérvád. Egy alaptalan és antiszemita vád, amely szerint a zsidók a, rituális célból keresztény gyermekeket gyilkolnak meg és vérüket vallási szertartásaikhoz, például a húsvéti pászka elkészítéséhez használják. Ez a vád történelmi babonákon, félreértéseken és előítéleteken alapult, és évszázadokon keresztül terjedt Európában és a közelkeleten. A vérvád első ismert esete a középkori Európában jelent meg, és azóta számos hasonló történet keletkezett, amelyek mind arra alapoztak, hogy a zsidók egy gonosz, misztikus rítus részeként gyerekeket áldoznak fel. Ezek a vádak teljes mértékben alaptalanok és valótlanok, és a zsidó vallás szigorúan tiltja az emberölést és a vérfogyasztását. A vérvád terjedésének több oka volt. Ez tudatlanság és babona. A középkorban az emberek hajlamosak voltak minden érthetetlen eseményért bűnbakokat keresni, és a zsidók, mint vallási kisebbség, gyakran váltak célponttá. A vérvádak számos esetben súlyos következményekkel jártak pogromok. A vérvádak gyakran tömeges erőszakot eredményeztek, amikor a helyi lakosság zsidó közösségeket támadott meg kivégzések. A vádak miatt sok zsidót hamis bizonyítékok alapján elítéltek és kivégeztek. A vérvád hozzájárult a zsidó közösségek elleni gyűlölet és diszkrimináció erősödéséhez. A vérvád és a modern kor A felvilágosodás és a tudományos gondolkodás terjedése hozzájárult a vérvád mítoszának megcáfolásához. Ma már egyértelműen bizonyított, hogy ezek a vádak alaptalanok és a vallási vagy etnikai előítéleteken alapulnak. A vérvád a történelem egyik legsötétebb babonája, amely sok ártatlan ember szenvedését és halálát okozta. Ma figyelmeztetésként szolgál arra, milyen veszélyesek lehetnek az előítéletek és a gyűlöletre alapozott hamis vádak. A Tiszaeszlári vérvád Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb és legismertebb antiszemita eseménye volt. A történet egy zsidó közösséget érintő alaptalan vér miatt robbant ki, és az ügy országos botrányt kavart, jelentős politikai, társadalmi és kulturális hatásokkal. Eltűnt egy Solymosi Eszter nevű 14 éves keresztény cselédlány Tisza Eszláron, egy szabolcsi faluban. Az eltűnés körülményei ismeretlenek voltak, de hamarosan terjedni kezdett a pletyka, hogy a helyi zsidó közösség felelős a lány eltűnéséért. A vád szerint rituális gyilkosság történt. A zsidók sojmosi Esztert a húsvéti ünnep előtt megölték volna, hogy a véréből pászkát készítsenek, ami az ősi, alaptalan antiszemita mítosz része volt. A nyomozás és letartóztatások a hatóságok eleinte csak eltűnt személy ügyében nyomoztak, de az antiszemita vádak nyomán az ügyet a zsidó közösség ellen fordították. Több helyi zsidó férfit letartóztattak, köztük Sarf Józsefet, a Tisza-Eszlári zsinagóga gondnokát és két fiát. Sarf Móric az egyik fiú a hatóságok által gyakorolt nyomás és állítólagos kínzás hatására bevallotta, hogy tanúja volt a rituális gyilkosságnak. Ez a vallomás azonban tele volt ellentmondásokkal, és a későbbiekben Móricz visszavonta azt. A társadalmi és politikai háttér. A Tiszaeszlári vérvád ügyének kirobbanása egy olyan időszakra esett, amikor Magyarországon egyre nagyobb volt a politikai és társadalmi antiszemitizmus. Az esetet az antiszemita politikai mozgalmak kihasználták arra, hogy feszültséget szítsanak a zsidó közösség és a keresztény lakosság között. Az ügy nemzetközi figyelmet is kapott, mivel a korszakban Európa szerte voltak hasonló antiszemita vádak. Bírósági tárgyalásig jutott, amely Nyíregyházán zajlott. A per során számos szakértő és tanúvallomását hallgatták meg. A védelmet a neves ügyvéd Eötvös Károly látta el, aki alaposságával és érveivel igyekezett bebizonyítani a vádlottak ártatlanságát. A tárgyaláson az is kiderült, hogy a vádlottak ellenszóló bizonyítékok jelentős része megalapozatlan, sőt hamis volt. A per során feltűnt egy női holttest is, amelyet Solymosi Eszterként azonosítottak, de a halott kémek vizsgálata után világossá vált, hogy nem lehetett ő. Ez tovább gyengítette a vérvád alapját. Valamennyi vádlottat felmentették a gyilkosság vádja alól. Az ítélet igazságos volt, de a vérvád antiszemita hangulata még hosszú ideig kísértette a magyar társadalmat. A Tisza Eszlári vérvád mély nyomot hagyott a magyar társadalomban. Az eset rávilágított az antiszemitizmus és a társadalmi előítéletek erejére. Eötvös Károly később könyvet írt az ügyről, amelyben részletesen bemutatta a vérvád abszurditását és a per -politikai manipulációit. Az ügy nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte figyelmeztetésként szolgált az antiszemitizmus veszélyeire, és hozzájárult ahhoz, hogy a vérvád mítoszok hitelessége tovább csökkenjen mindazonáltal az eset mai napig a magyar történelem egyik legsötétebb fejezete. A Tiszaeszlári vérvádhoz hasonló antiszemita vérvádak számos helyen előfordultak Európában, a középkortól egészen a modern korig. Ezek az esetek rendszerint rituális gyilkossággal vádolták a zsidó közösséget, azt állítva, hogy keresztény gyermekek vérét használják vallási célokra, például pászkasütésére. Bár a vádak altalanok voltak, gyakran súlyos következményekkel jártak a zsidó közösségekre nézve. Az első dokumentált vérvád történt Angliában, amikor William of Norwich nevű fiatal keresztény fiút holtan találták. A helyi zsidó közösséget vádolták meg azzal, hogy rituális gyilkosságot követtek el. Bár az esetnek nem voltak bizonyítékai, a vád széles körben elterjedt és precedens teremtett a későbbi vérvádak számára. Egy másik híres angol eset, amikor Hugh nevű kisfiú holttestét egy kútban találták meg. A helyi zsidókat megvádolták a gyermek rituális meggyilkolásával. Az ügy politikai célokra is felhasználásra került, és sok zsidót kivégeztek vagy börtönbe vetettek. Egy három éves kisfiú Simon holttestét találták meg Trent városában. A helyi zsidókat azzal vádolták, hogy Simont meggyilkolták, és a vérét rituális célokra használták fel. Több zsidót megkínoztak és kivégeztek az ügy miatt. Simon később szenté is avatták, bár a katolikus egyház végül elismerte, hogy a vádak alaptalanok voltak. A Tiszaeszlári vérvád mellett Magyarországon is előfordult más hasonló eset. A Bösztöri ügy a Tiszaeszlári eset idején történt, amikor egyes helyi zsidókat szintén rituális gyilkossággal vádoltak meg. Ez az eset nem jutott el a bírósági tárgyalásig, de része volt annak a szélesebb antiszemita légkörnek, amely a Tisza Eszlári vérvád idején uralkodott. Alaptalanság. A vádakat minden esetben bizonyítékok nélkül előítéletek és babonák alapján hozták fel. Politikai manipuláció. A hatóságok és politikusok gyakran használták a vérvádakat saját céljaik elérésére, például a zsidó közösségek elleni gyűlölet szítására, vagy társadalmi elégedetlenség levezetésére. A vérvádak gyakran pogromokat, zsidó kiűzését, vagyonelkobzást és kivégzéseket eredményeztek. A vérvád mítoszának megcáfolása A felvilágosodás és a modern jogrendszer fejlődése során egyre több olyan eset került napvilágra, Amelyekben bebizonyosodott, hogy a vérvádak hamisak voltak. Az ügyeket olyan haladó gondolkodású ügyvédek és politikusok, mint például Eötvös Károly, segítettek tisztázni és rámutattak a vérvádak mögött meghúzódó előítéletekre. A tisza eszlári vérvád és más hasonló esetek ma figyelmeztetésként szolgálnak az előítéletek és a társadalmi igazságtalanságok ellen, valamint a történelmi antiszemitizmus veszélyeire. A rituális gyermekgyilkosságok témája Európában egy sötét és ellentmondásos terület, amely gyakran összefonódik történelmi tévhitekkel, társadalmi előítéletekkel és vallási konfliktusokkal. A középkorban és a kora újkorban az európai társadalmakban időről időre felbukkantak vádak rituális gyilkosságokról. Ezek a vádak gyakran a társadalom peremén élő kisebbségeket célozták meg, például zsidó közösségeket, akik ellen vérvádakat fogalmaztak meg. A vérvád az a téves állítás volt, miszerint a zsidók keresztény gyermekeket rabolnak el és gyilkolnak meg, hogy vérüket vallási szertartásokhoz, például pászka készítéséhez használják. kereszténység és antiszemitizmus. A középkori keresztény világban a zsidókat gyakran démonizálták, és bűnbaknak tekintették a különböző társadalmi problémákért. Babonák sok esetben a gyilkosságokat övező rituális elemeket valójában a korabeli babonák és félreértések táplálták. Politikai érdekek. A vérvádak sokszor politikai eszközként is szolgáltak, hogy megfélemlítsenek, kisemmizzenek vagy elüldözzenek kisebbségi közösségeket. Modern kutatások és tények. A rituális gyilkosságokról szóló történetek nagy része alaptalan mítoszokból és vallási előítéletekből ered. A történészek szerint ezek a vádak inkább társadalmi manipuláció eszközei voltak, mint sem valós események. Más típusú rituális gyilkosságok Európában a vallási vagy okkult rituálékkal összefüggésbe hozott gyilkosságok ritkák voltak. De időnként előfordultak pogány hagyományokkal vagy szektás hiedelmekkel kapcsolatos esetek is. Ezek gyakran egyéni pszichológiai problémákra vagy kis csoportok szélsőséges meggyőződéseire vezethetők vissza. Magyarországon szintén kapcsolódik a középkori Európában elterjedt vérvádakhoz, amelyek gyakran antiszemita előítéletekből táplálkoztak. Ezek az ügyek a társadalmi konfliktusok és vallási intolerancia történelmi példái. Társadalmi és vallási kontextus Magyarországon. Középkori előítéletek. Magyarországon a középkorban, akár csak Európa más részein, a zsidókat gyakran démonizálták. A keresztény vallási ünnepek környékén különösen nagy volt a feszültség, mert a zsidókat sokszor a vallási ritusok meggyalázásával vádolták. Politikai manipuláció, a vérvádak gyakran nem spontán események voltak, hanem tudatosan gerjesztett konfliktusok, amelyek a zsidó közösségek kisemmizését vagy elődözését célozták. Magyarországon az antiszemitizmus új formái jelentek meg, amelyek már nem csak vallási, hanem gazdasági és társadalmi szempontból is feszültségeket keltettek. A modern történetírás szerint a rituális gyermekgyilkosságok vágyai teljesen alaptalanok voltak, és a társadalmi feszültségek kivetüléseiként szolgáltak az ilyen ügyeket gyakran a korabeli hatóságok vagy érdekcsoportok manipulálták a saját céljaik érdekében. különösen a holokauszt idején újra élettek ezek a középkori előítéletek. Az antiszemita propaganda időnként felhasználta a vérvád motivumát, hogy alátámassa a zsidóság elleni támadásokat. A kannibalizmus megítélése rendkívül összetett kérdés, amely kulturális, jogi, erkölcsi és pszichológiai tényezőktől függ. A legtöbb társadalomban a kannibalizmust mélyen elítélik, de vannak olyan extrém helyzetek, amikor az emberek kénytelenek voltak ehhez folyamodni a túlélés érdekében. Ezek az esetek különösen etikai és jogi vitákat váltanak ki, mivel a kényszerhelyzetet helyzetet általában enyhítő körülményként kezelik. erkölcsi szempontból a legtöbb kultúra számára kannibalizmus tabunak számít, még akkor is, ha az illető kényszerhelyzetbe kerül. Ugyanakkor sokan megértik, hogy élet és halál közötti helyzetben a túlélési ösztön mindennél erősebb lehet. Jogi szempontból. Az ilyen esetekben általában figyelembe veszik a kényszerhelyzetet, és nem szoktak büntető eljárást indítani. Például az andok túlélőit nem vonták felelősségre, mert nem öltek meg senkit, csupán az elhunytak testét használták fel élelemként. A túlélő bűntudat és a társadalmi megítélés miatt életük végéig viselhetik az esetek pszichés terheit. Összefoglalva, Kannibalizmus kényszerhelyzetben egyike a legnehezebb erkölcsi kérdéseknek. Bár jogilag és morálisan gyakran enyhítő körülményként tekintenek rá, a társadalmi megbélyegzés és a túlélők lelki traumája továbbra is jelentős marad. Az ilyen helyzetek legfontosabb tanulsága az emberek túlélési ösztönének mélysége és az extrém körülmények közötti döntések nehézsége. A Donner csapat története az amerikai történelem egyik legismertebb és legtragikusabb túlélési története. Egy csoport nyugatra tartó telepes került végzetes helyzetbe, amely során éhezést, hideget és a legvégső túlélési megoldásokat kell kellett megélniük. Az Egyesült Államokban hatalmas hullám indult a nyugati terjeszkedés jegyében. Kaliforniát és Oregon területét az ígéret földjeként hirdették. Gazdag termőföldek, bőség és új lehetőségek vártak az odavándorlókra. A csoportban több család és egyéni utazók voltak, köztük a Donner és Reed családok. Az út kezdeti szakasza. Optimista indulás. Az utazók a jól ismert Oregon ösvényt követték, amely biztonságosnak számított. A csoport menet közben csatlakozott más utazókhoz, és több alkalommal pihent meg erődökben, hogy feltöltsék készleteiket. Lansford Hastings, egy ambiciózus útikalauz szerzője, egy alternatív útvonalat ajánlott, amely szerinte jelentősen lerövidíti az utat Kalifornia felé. Hastings azonban soha nem próbálta ki ezt az útvonalat a Donner csapat úgy döntött, hogy követi Hastings ajánlását. Ez a döntés tragikus következményekkel járt. Az út hosszabb és nehezebb volt. A csoport időt veszített a hegyekben és sivatagban való átkelés során. A csoport megérkezett a Sierra Nevada hegységhez, de a késlekedések miatt korai, rendkívül erős hóviharok zárták el az útjukat. A csoport nem tudott tovább haladni a mély hó miatt. A Truckee tónál ma Donertó próbáltak letelepedni ideiglenes menedékeket építve fából és vászonból. A csoport gyorsan elfogyasztotta az élelmiszer készleteit. Kezdetben az ökrök húsát ették meg, majd a bőröket, csontokat, fakérget és gyökereket is elfogyasztották. Az emberek kimerültek, többen meghaltak a hideg, éhezés és betegségek következtében. Tizenhét ember indult el gyalog a hegységen keresztül Kalifornia felé, hogy segítséget kérjen. A csoportot hószélhámosoknak nevezték el. Útjuk borzalmai, a tizenhét ember közül csak hét érte el Kaliforniát az úton többen meghaltak, és a túlélők a halott társaik húsának elfogyasztására kényszerültek. A táborban maradottak szintén kénytelenek voltak kannibalizmushoz folyamodni. Eleinte a természetes úton elhunytak húsát fogyasztották el, de a helyzet egyre kétségbeesettebbé vált. A hideg és a kétségbeesés teljesen megfosztotta az embereket minden reménytől és emberségtől. Az első mentőcsapat februárban érkezett, miután a Hószélhámosok elérték Kaliforniát és értesítették az ottani telepeseket. Mentőakciók, négy különböző mentőcsapat indult a túlélők kimentésére. Az utolsó mentőcsapat március végén ért el a táborhoz. A túlélők élete soha nem lett a régi. Sokan fizikai és lelki sebeket hordoztak életük végéig. Több túlélőt megbélyegzett a társadalom a kannibalizmus miatt, bár ez végső kényszerhelyzet volt. Mit tanulhatunk a Donald csapat tragédiájából? Az információ hitelessége kritikus. Hastings elágazása, amelyet senki sem tesztelt, végzetes hibának bizonyult. Az Oregon ösvényen az időjárási körülmények miatt rendkívül fontos volt az indulás és érkezés időzítése. Az úttörők alul értékelték a hegyvidéki tél veszélyeit, és nem volt elegendő tartalékuk a túléléshez. A túlélők elképesztő fizikai és mentális kitartásról tettek tanúbizonyságot, de ez a történet az emberi természet legsötétebb oldalát is bemutatta. A Donner csapat története nem csupán tragédia, hanem figyelmeztetés is. A döntések és körülmények kombinációja élet-halál kérdésé válhat, különösen szélsőséges helyzetekben. A Donner csapat történetéhez hasonló túlélési esetek az emberi kitartás, az extrém körülmények és az erkölcsi dilemmák meccéspontjában állnak. Íme néhány példa. Az andokbeli repülőgép szerencsétlenség rendkívül hideg és élelemhiányos környezetben. Kannibalizmushoz folyamodtak, hogy életben maradjanak. Elhunyt társaik húsát ették meg. Tanulságok, a történet, az alkalmazkodás, a csapatmunka és a túlélési ösztön lenyűgöző példája. Az eseményt később életben maradtak című könyv és film dolgozta fel. Ed. Franklin Expedíció Esemény. Sir John Franklin vezette brit felfedező csapat eltűnt az északnyugati átjárót keresve. Az expedíciót jég fogta közre az Arktis vidékén, és az emberek évekig próbálták túlélni a dermesztő hideget és az éhezést. Kannibalizmusra utaló nyomokat találtak a feltárt maradványok között. Kimenetel nem élte túl senki. Tanulságok, az előzetes tervezés és az alkalmazkodás hiánya tragikus következményekhez vezethet. Adolfus Greeley vezette amerikai sarkkutató expedíciót kök az Arktisra, de élelmiszerhiány és kommunikációs problémák miatt a csapat elszigetelődött. Körülmények. Össze hatan élték túl, miután éhezés és extrém hideg tizedelte őket. Kannibalizmusra utaló jeleket is találtak. Tanulságok. Az élelmiszerellátás és a mentési tervek előzetes biztosítása létfontosságú. A Batavia nevű holland hajó nyugat-ausztrália partjainál zátonyra futott, az utasok egy lakatlan szigeten rekedtek, ahol víz és élelmiszer hiányában belső konfliktusok robbantak ki. Kannibalizmus és gyilkosságok történtek. Tanulságok: az emberi társadalom szélsőséges körülmények között gyorsan széteshet. Döntések súlya. Sok esetben a helytelen döntések, például az útvonal megválasztása, vagy a készletek nem megfelelő kezelése vezettek a tragédiához. Alkalmazkodás és kitartás. Az emberi kitartás határait feszegető körülmények a túlélés érdekében elképesztő alkalmazkodási képességet követeltek. Moralitás és túlélési ösztön. A végső túlélési döntések például kannibalizmus, erkölcsi kérdéseket vetnek fel. Felkészülés és előrelátás a tragédiák elkerülhetők lehettek volna alaposabb tervezéssel és előkészülettel. Az emberi természet szélsőségei. Ezek a történetek megmutatják az emberi természet legsötétebb és legfényesebb oldalát. A kétségbeesést, az összefogást és a túlélésért folytatott küzdelmet. Ezek a történetek nem csak tanulságosak, hanem emlékeztetnek minket az emberi kitartás elképesztő erejére és az élet legdrasztikusabb kihívásaira. A hegyekben való túlélés zord körülmények között a helyzeted alapos értékelését, tervezést és több készség együttes alkalmazását igényli. A helyzet felmérése: maradj nyugodt és elemezd a helyzetet. Tartsd meg a nyugalmad! Pánik helyett összpontosítsa prioritásokra: menedék, víz, hő. Értékeld az erőforrásokat. Milyen felszerelésed van, ruházat, élelem, víz? Milyen természetes forrásokat találsz a környezetben? Hó, fa, víz, sziklák. Menedéképítés. Egy jól megépített menedék a túlélés alapja, mert véd a hidegtől, széltől és az időjárás viszontagságaitól. A menedék kiválasztása. Természetes menedékek keresése barlangok vagy sziklahasadékok, sűrű fák alatt vagy szélvédett sziklák mögött. Kerüld a lavina veszélyes helyeket vagy omlás veszélyes sziklákat. Figyelj az állatok jeleire, például a vadak barlangjaira. Menedék menedéképítése, havas területeken, hóbunker, áss egy mélyedést a hóba, a falakat tedd simává, hogy ne csöpögjön be az olvadék. Halmoz havat egy kupacba, amely nagyobb, mint a tested. Áss egy üreget a belsejébe, és szellőző lyukakat hagy. Védelem alulról, szigeteld magad levelekkel, ágakkal, ruhával, hogy ne érintkezzen közvetlenül a tested a hideg talajjal. Sziklás hegyvidéki környezetben a szikla menedék Kövekkel rakj falat a szél ellen, a réseket mohával, fűvel vagy ágakkal tömd be. Takaró vagy poncsó. Ha van, használd sátor vagy ponyvaként, húzd ki két fa között. Hőszigetelés és testhőmérséklet fenntartása. A hegyvidékeken a kihűlés a legnagyobb veszély. Ruházat szerepe. Egy réteges öltözködés. Több vékony réteg jobb, mint egy vastag, mert csapdába ejti a levegőt. Tarts szárazon magad. A nedves ruhák drasztikusan csökkentik a hőszigetelést. Ha átnedvesedett a ruhád, szárítsd meg a tűznél. Testhő megőrzése. Maradj mozgásban. Ha nem tudsz tűzet gyújtani, mozog, hogy melegen tartsd magad. Használj melegítő technikákat. Ha van hálózsákod, tölts meg egy forró vízzel és tedd a hálózsákba. Vízszerzés és tisztítás. Víz nélkül a túlélésed maximum 3-4 napig lehetséges. Hol találj vizet? Patakok, folyók, olvat, hó. Mindig próbálj magasabb helyekről érkező mozgó vizet használni. Hó és jég. Olvazd meg őket, mert az evésük hűti a tested. Hogyan tisztítsd a vizet? Egyed -egy forralás. A legegyszerűbb módszer, ha van edényed és tűz. Forrald a vizet legalább egy két percig. Készíts szűrőt ruhából, homokból és faszénből, ha nem áll rendelkezésre tisztító eszköz. Ha nincs felszerelésed, próbálj olyan vizet keresni, amely mozgó és tisztának tűnik. Táplálékszerzés. Élelem nélkül akár hetekig is életben maradhatsz, de az energia és a meleg fenntartásához fontos az étel. Hogyan találj ételt? Gyűjts ehető bogyókat, mogyorót, fenyőmagot. Ne fogyassz ismeretlen növényeket. Az Universal Edibility Test módszerrel tesztelheted őket. Állíts csapdát, hurok, gödörcsapda, vagy halász. Ha van fegyvered, vadász kisebb állatokra, például nyúlra vagy madarakra. Tűzrakási módszerek. Helyez apró ágakat, mohát vagy száraz füvet egy kupacba, Helyez rá a közepes ágakat, majd a nagyobbakat. Primitív technikák, í és fúró módszer, használj fát és zsinort, hogy szikrát hoz létre. Szikrák, ha van fémdarab és kő, üsd össze őket. Navigáció és mentési jelek. Stájékozódás nap és csillagok alapján, nap, napkelte kelet, napnyugta nyugat. Éjszaka, Keresd a sarkcsillagot vagy a délkeresztjét. Folyókat, völgyeket követve alacsonyabb területekre juthatsz. Tűzjelzésre készíts nagy füstöt szárazfa vagy zöldágak égetésével. Ezekkel a szel a stratégiákkal nagyobb eséllyel élheted túl a hegyvidéki zord körülményeket.